A székutason érkező Tóth Imrét tavaly választotta meg lelkészének az Egri Református Egyházközség. A lelkipásztor hétvégi beiktatását Szilágyi Zoltán, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperese végezte, aki az Isten tiszteleten azt mondta, Isten szolgájává válni és annak maradni ma nem könnyű feladat. Olyan közegben kell az Úr Jézus Krisztus szolgájaként megjelenni, ahol nem olyan egyszerű. És nem csak megjelenni kell, hanem annak kell maradni. Tóth Imre lelkipásztor székfoglalójában arról beszélt, ismeretlen ismerős pásztor szeretne lenni, aki mindenki titkát hordozza, de ő maga ismeretlen marad. A lelkipásztornak nem lehet asztaltársasága, nem lehet külön baráti köre a gyülekezetben, nem tartozhat érdekcsoportokhoz, és nem lehetnek szövetségesei. Az igazi pásztor nem egyeseké. Az igazi pásztor nem egyik vagy másik emberi, hanem mindenki. A beiktatás után a különböző gyülekezetek nevében köszöntötték a lelkészt. Engem annak idején úgy köszöntöttek, hogy nem mindenki, én sem Egerben születtem. Nem mindenki születhet Egerben, de mindenki válhat egrivé. Én már úgy tekintek rád, mint egrire, Isten hozott. Tóth Imre a beiktatás végén úgy fogalmazott, 23 évet szolgált székutason, az Egerben töltött 9 hónap még nem tette egrivé, de otthon érzi magát itteni gyülekezetében. Az áldás után az ünnepi istentisztelet a himnusz közös éneklésével ért véget.